2023-ban is rangos nemzetközi versenyeket tartottak a nagyhalász Speedway ringen, a SEC Challenge mellett páros EB futamházigazdája is volt a pálya, de az elmúlt 9 évben több komoly viadalt tartottak a létesítményben. A honi szakág vezetéssel kialakult konfliktus miatt viszont a pálya tulajdonosa úgy döntött, nem rendeznek több salakmotorversenyt a Speedway ringen. GP kvalifikációnk is nagyon jó volt, 19-ben jól emlékszem, de jó leső érzéssel tekint vissza az ember bármelyikre, mert mint házigazda nekem mind nagyon tetszett. Nagyon jó volt, de a visszhang is természetesen utána. Egy jó előkészített pályán, jó versenyzőkkel, mindig ez volt a célom, nagyon jó versenyt lehet rendezni. És ezek a versenyzők sokassága, akik megjelentek nálunk, mindig letették a végjegyüket. A FIM és a FIM Europe vezetése sajnálatát fejezte ki a döntés miatt, és kérték a pálya tulajdonosát, hogy gondolja meg magát. Nagyon jó a pálya, nagyon jó a visszhang versenyzők vonatkozásában, illetve FIM Europe vezetése részéről, nem beszélve az utolsó versenyünkön is, a dán vezetőbíró, amilyen nyilatkozatot tett, hogy mindenkinek gratulált, ilyen tehát pályát még az életében, hogy ennyire teherbíró, tehát versenyek versenyhátára lehetne naponta rendezni, rajta folyamatában, tehát bírja a terhelést. Tehát nem véletlenül mi építettük, mi ismerjük, sőt van megkeresés már Lengyelországból, még meg is vennék a pályát, már ilyen ajánlat is jött, hogy ne zárjuk be. De most is a napokban kaptam telefonhívást, hogy óriási versenyeket, álmaink versenyért is megkaphatnám, ha azt mondom, ha nyitva lenne a pálya. Az idei szezont egy nyílt nappal és villanyfényes edzéssel zárta a létesítmény, ahol sok motoros és több száz néző vett részt. Többek között párkör erejéig összemérte tudását Magosi Norbert és Stefáni Attila is, de tehetséges fiatal motorosok is kipróbálhatták, milyen este menni a Speedway ringen.